trouble. Blood is in the rocky waters. Hide away your sons and daughters. Eat you alive. A beton egy nagyon sokrétűen felhasználható anyag, ami manapság már egyre inkább nem csak az építőipar számára, de a belső építészek és a bútortervezők számára is érdekes lehet. Csaba, te miért tartod izgalmas alapanyagnak? A betont azt mesterségesen állítjuk elő, tehát nincsenek méretkorlátok, szilárdsági korlátok, gyakorlatilag bármit meg tudunk belőle csinálni, az egész pici műtőkétől, a hatalmas nagy, például hidak, vagy egybe bonolít hatalmas épületek, amit el tudsz képzelni, minden működik betonból. Azt tudjuk a beton természetéről, hogy egy kemény anyag. Mennyire formálható, mennyire alakítható, és pont ezért mondjuk mennyire érdekes a dizájnerek, a bútortervezők számára? A beton rendkívül színes, és nem csak azért, mert bármekkorát lehet belőle készíteni a picitől a nagyig, hanem azért is, mert formailag is rendkívül nyitott a lehetőség. Ugyanakkor nem csak formába tudjuk önteni, hanem megmunkáló gépekkel lehet alakítani a már kiöntött formát is, így a szobrászoknak is egy nagyon-nagyon fontos alapanyaga lehet. Ha mondjuk egy betonpultnak vesszük a felületét, akkor az alapvetően hordoz egy ilyen ipari jelleget. Mennyire lehet szerinted nőiesíteni, ellágyítani egy kicsit a betont? Mennyire lehet mondjuk színezni, vagy belevinni különböző kis olyan elemeket, amitől még izgalmasabb lesz a hatása? A betont lehet színezni, lehet formálni, olyan formákat lehet belőle kialakítani, ami egészen lágyá is teheti, illetőleg a felületi kialakítása, esetleg impregnálása, vagy különböző bevonatokkal ezek az érzések tovább melegíthetők és alakíthatók. Mennyire lehet a betont mixelni, vagy keverni más különböző anyagokkal, és ezek mennyiben fokozzák a betonnak a felhasználhatóságát? Nagyon izgalmas terület, hogy mi mindent lehet a betonba beletenni. Az extrém formájú kavicsoktól a polisztirogyöngyig bármit beletettünk. Általában ennek az oka az, hogy az adott felhasználás, amire azt a betont használni fogjuk, az micsoda. Polisztirolgyöngy esetén egy kicsit a szigetelő képessége, az, hogy melegebb lesz az egész, illetőleg sokkal könnyebbé válik tőle. Ugyanakkor, hogyha mondjuk érdekes formájú kis kavicsokat vagy egyéb anyagokat teszünk bele, akkor esztétikailag olyan különleges felületeket lehet létrehozni, amiből például bútorok is készíthetők. Manapság egyre többen vannak, akik már az otthonukban is szeretnének minél izgalmasabb felületeket maguk körül megtapasztalni. Ilyen például, hogyha valaki betonpultot vállal be, mondjuk a konyhájában vagy a bárhelyiségébe, hogyan lehet ezt kezelni, hogyan lehet impregnálni, hogyan lehet a hétköznapokban mondjuk jól a gondját viselni? Általában említett konyhapult esetében például azt kell tudni, hogy amikor valaki elhatározza, hogy ilyet szeretne készíteni, egy nagyon ügyes kezű gyártó, akkor itt formailag is, meg az összetétel tekintetében is a maximumot kell előhozni ahhoz, hogy az utána jól használható legyen, és mindenki számára megfelelő. Különböző impregnálásokra, kezelésekre van szükség, hogy például a vörös bor, kávé és minden látszódjon később meg. Nagyon fontos tudni, hogy ahogy a márvány esetében is, a betonnál is a savak azok igen csúnya foltokat képesek hagyni, hogyha erre nem figyelünk. Hogyan csökkentheti ma egy építőipari cég az ökológiai lábnyomát? Azt gondolom, hogy ez az a kérdés, amivel ma nem lehet nem foglalkozni. Ökológiai lábnyom, ez valóban a mai világban nem egy elhanyagolható kérdés. Mi felelősséggel úgy tudunk ezen a területen dolgozni, hogyha ezt figyelembe veszük, és próbáljuk segíteni azt, hogy minél kisebb legyen például a szemengyártásnál energiafelhasználás, ami meg egy rendkívül szívemhez közel álló terület, amikor a visszaszállított betonok esetében, hogy az, hogy lehet kezelni, ne legyen belőle szemét, egy olyan anyag, ami a környezetet szennyezi. Egyszerűen van egy adalékszerünk, amit beleszórunk a mixerbe, és amikor a mixer kiforgatja magából a betont, nem egy szemét beton jön ki belőle, hanem az a homokos kavics, amiből utána újra lehet betont, vagy akár utat, vagy bármilyen feltöltést készíteni. Tehát megszüntettük ezzel a szemét keletkezését. Műsorunk támogatója a MAPEI.